Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A gyerekek egészsége a legfontosabb. Megkezdődtek az egyeztetések a Baka István általános iskola felújításával kapcsolatban. Büntetik a házasságra készülőket, az éjjel szexárt árat emelt és kirekesztő rendeletet fogadott el a Fidesz szerint. Vírustagadás, életveszélyes a koronavírus elleni intézkedéseket megtagadni az infektológus szerint. Jótékonysági árverés. A cél, hogy rászoruló gyerekek karácsonyát tegyék szebbé. Egyeztetést tartottak a szekszárdi Baka István általános iskola felújításáról szerdán délelőtt. A kivitelezőn az iskolaigazgatón és a városvezetésen kívül a tankerület és az ANTS is képviseltette magát az eseményen. Ács Rezső, a várospolgármestere azt mondja, a céljuk, hogy a munkálatokat biztonságosan lehessen elvégezni, vagyis hogy a felújítás alatt a kivitelező ne sodorja veszélybe az ott tanuló 600 gyermek egészségét. Elkezdődtek az egyeztetések a Baka István általános iskola felújításával kapcsolatban. Mint korábban már beszámoltunk róla, az éjjel szexárt frakció azonnal a kivitelezés elvégzéséhez szükséges pontos és részletes ütemterv nélkül nekilátott volna a felújításnak a koronavírus járvány közepén, és ezzel az idejáró 600 diákot, szüleiket és nagyszüleiket is veszélyeztethették volna. A gyerekeket és a pedagógusaikat akkor ugyanis össze kellett volna zsúfolni az épület egyik részében, amíg a munkások a többi termen dolgoznak. Emiatt nem lehetett volna betartani a védőtávolságot. Ács Rezső, a város polgármestere, ezért azt kérte Olá Gábortól, a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkártól, hogy hosszabbítsák meg a projekt megvalósításának határidejét annak reményében, hogy ne kelljen elkezdeni a munkálatokat tanév közben. Ezt sikerült is elérnie, ezért a legutóbbi közgyűlésen megszavazták a kivitelezés megkezdését. Ács Rezső polgármester aláírta a szerződést, de kijelentette, hogy a kivitelezőnek kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy a felújítás során ne sodorják veszélybe a gyerekek egészségét, és ne korlátozzák a tanrend menetét. Az első megbeszélés, mindenki elmondja, hogy mik az elvárások. Én is benn voltam az elején, és elmondtam, hogy mit szeretnék kérni. Én azt kértem, hogy a megoldás irányába kezdjünk el közösen gondolkodni. Én azt szeretném, hogyha a projekt 4 éves munkánk menne, én azt szeretném, hogyha a projekt megvalósulna, és ehhez mindenki a szakmai tudását tegye hozzá. A lehetőség szerint viszont az, hogy az egészségvédelme az mindenek előtt van, az teljesen természetes. A kivitelező, a megbízott műszaki ellenőr, az ANTS, a tankerület, a polgármester, a közgyűlési frakciók vezetői és az iskola vezetés is képviseltették magukat a megbeszélésen, hogy egyeztessék elvárásaikat és olyan megoldást találjanak, amellyel az egészség megőrzését is tudják biztosítani, de a munkát is el tudják kezdeni. A projekt megvalósítása, egészség megőrzése, a tanítás, kell kitalálnunk azt a megoldást, ez még nincs meg az első alkalommal, ami aztán hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a beruházást befejezzük. Minden héten szinte többször is le fog ülni ez a stáb, és ahogy éppen áll a kivitelezés, meg fogja beszélni, mi a következő lépés. A polgármester kihangsúlyozta, mindenkinek az a célja, hogy az iskola felújítása megtörténjen. Az a rend és rendszer, amit most a Baka István általános iskola felújítására dolgoznak ki, vélhetően megkönnyíti majd a DNS Valéria általános iskolában hamarosan elinduló hasonló projektet is. Csendes főhajtással és mécsesgyújtással emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 64. évfordulójára Szekszárdon szerdán kora este. A forradalom emlékművénél a hősök tiszteletére gyertyát és mécseseket helyeztek el a megemlékezők annak a több százezer embernek a tiszteletére, akik elhunytak vagy börtönben sínylődtek évekig a forradalomban való helytállásukért. Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította Nemzeti Gyásznappá november 4-ét. A szekszárdi megemlékezésen részt vett Gyurkovics János, a város alpolgármestere, valamint a Fidesz frakció tagjai is. Megsarcolja a házasságot kötő párokat az éjjel szekszárd. Erről a Fidesz szekszárdi frakció vezetője beszélt a szerdai sajtótájékoztatón. A legutóbbi közgyűlésen ugyanis a többségi frakció megszavazta az anyakönyvi rendelet módosítását, ami alapján jelentős mértékben emelkednek a polgári szertartásokhoz kapcsolódó díjak.
Lesz olyan eset, amikor kétszer annyit kell majd fizetni, mint korábban. Ráadásul a Fidesz szerint az ilyen szexált frakció kirekeszti az egyházat, mert a rendelet módosítása megtiltja, hogy polgári esküvőt egyházi területen tartsanak. Folyamatosan nőtt az esküvők száma az elmúlt években Szekszárdon. 2018-ban 205, 2019-ben 278, míg idén október végéig 236 pár mondta ki a boldogító igent a Tolnai megye székhelyen. Mostantól viszont csökkenhet a Szekszárdon házasságot kötő párok száma. A legutóbbi közgyűlésen ugyanis az ilyen szexált frakció megszavazta azt az előterjesztést, ami alapján sokkal többet kell majd fizetni egy polgári szertartásért, mint eddig. A Fidesz frakció vezetője azt mondja, az ilyen szexált ezzel megsarcolja a házasságot kötő párokat. Ezért a kormánypártok önkormányzati frakció vezetője most sajtótájékoztatón jelentette be, hogy tiltakoznak az ilyen szexált által megszavazott rendeletmódosítás és az áremelések ellen. Munkaidőn kívül a 25.400 forintról 44.400 forintra emelkedik a díja, a anyagkönyvi eseménynek a díja. Ez soknak tartjuk, ez fölösleges áremelés, és nem értünk vele egyet. Külső helyszínen viszont 100%-os áremelés, az eddig se kevés 38.100 forint helyett 76.200 forintra emelkedik, tiltakozunk ez ellen. Vagyis ha egy pár munkaidőn kívül és nem a polgármesteri hivatalban akar összekelni, akkor pontosan kétszer annyit kell majd fizetni az önkormányzatnak, mint eddig. De nem ez az egyetlen változás a helyi rendeletben, ami a Fidesz frakció szerint elfogadhatatlan. Az új szabályozás értelmében ugyanis tilos egyházi területen, családi házak udvarán vagy pedig közterületen polgári esküvőt tartani. Máté Péter szerint ez elfogadhatatlan és egyet jelent az egyház kirekesztésével. Tiltakozunk az egyházak kirekesztése ellen. Ez a rendeletmódosítás megtiltja egyházi tulajdonú vagy egyházi használatú ingatlanba a házasságkötést, és hát a hivatalos anyakönyvi eseményként történő házasságkötést. Ezzel nem tiltakozunk, ez az egyházak kirekesztése, ezzel nem értünk egyet. De ugyanúgy nem értünk egyet azzal sem, hogy eddig családi háznál lehetett a házasságot kötni, ezután nem lehet, ezt is megtiltja a rendelet. Máté Péter szerint az is elfogadhatatlan, hogy az anyakönyvvezetőnek járó díjösszege 2,5-szeresére, szertartásonként 10.000-ről 25.000 forintra emelkedik a rendeletmódosítás következtében. A Fidesz frakció egyébként nem szavazta meg az előterjesztést, a közgyűlésben többségbe került ilyen szexárd viszont igen. Máté Péter azt mondja, Ács Rezső polgármesterhez fordulnak, és azt kérik tőle, ne írja alá házasságot kötő párok megsarcolásáról szóló rendeletmódosítást. Az anyakönyvi rendelet módosításával kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az ilyen szexárd frakció vezetőjét is. Szerettük volna tőle megtudni, mi indokolta, hogy egyes esetekben duplájára emeljék a polgári szertartásokhoz kapcsolódó díjak összegét, valamint mások mellett arra is kíváncsiak lettünk volna, miért rekesztik ki az egyházat a rendelet módosításával. Bomba Gábor viszont adásunkig nem válaszolt a kérdéseinkre. Újabb negatív rekord az országban. 4219 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 90.988 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, írja a koronavírus.gov.hu. Még soha ennyien nem haltak meg egy nap alatt. Elhunyt 90, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2063 főre emelkedett. 4871 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 104 fővel többet a tegnapi, november 3-ai adatokhoz képest, és közülük mára 7 fővel többen, 355-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 969 fertőzöttet regisztráltak a járvány kitörése óta. Halálra gázoltak egy kerékpárost kedden este Szekszárdon. A baleset a hatos úton a város határában történt. A biciklist elütő autó szabályosan közlekedett, ugyanabban a sávban haladt, amit a kerékpáros is használt. Az ütközés hátulról érte a kétkerekű járművet vezető 67 éves férfit, akinek az életét már nem tudták megmenteni. Az autó vezetője nem tudta elkerülni az ütközést, és a kerékpár hátsó kerekének ütközött. Balesetben a 67 éves szekszárdi férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően életét vesztette. A baleset körülményeit a szekszárdi rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályán büntető eljárás keretében vizsgálják. Életveszélyes a koronavírust és a járványügyi intézkedéseket megtagadni.
Szigorúbban is kellene szankcionálni az ilyen véleménynyilvánításokat, mondta Ternák Gábor infektológus. A közösségi oldalakon ugyanis álhíreket terjesztenek különböző, több tízezer taggal rendelkező csoportok, azt állítva, hogy a maszkviselés felesleges, és nem akarják, hogy kötelezzék őket a koronavírus elleni védőoltásra. Aláírásgyűjtésbe is kezdtek. Egyetértek azzal, hogy védőoltásra senkit ne lehessen kötelezni, és annak hiánya miatt senkit ne lehessen büntetni vagy korlátozni. Így szól az a kiáltvány, amit novemberig több mint 38 ezeren írtak alá az interneten. A legnagyobb közösségi oldalon jött létre a Normális Élethez Ragaszkodunk elnevezésű csoport. Az oldalon megjelent cikkekben az szerepel, hogy szerintük miért felesleges, sőt, mint írják, az egészségre ártalmas maszkot viselni, és miért nem akarják, hogy a koronavírus elleni védőoltást kötelezővé tegyék. A csoport több mint 78 ezer taggal rendelkezik, és a bejegyzéseik alapján úgy tűnik feleslegesnek és álságosnak tartják a járványügyi intézkedéseket. Olyan üzlettulajdonosok jelentkezését várom privát üzenetben, akiknek elegük van a maszkokból. Ez pedig már az egyik szintén vírustagadó Tolna megyei csoport legutóbbi bejegyzése. Ternák Gábor belgyógyász, infektológus azt mondja, a vírustagadás emberi életeket követelhet, ezért veszélyesnek tartja azt. Kiemelte, fontos maszkot viselni. A vírusok által okozott járványokat mindig nagyon komolyan kell venni. Ez nagyon sok emberi életet követel, az a koncepció, hogyha ezeket nem veszik komolyan. Kimutatott tény, hogy azokban az emberekben, itt a Covid járványal kapcsolatban, akik normálisan viselik a maszkot, a fertőződés lehetősége alacsonyabb. A csoport tagjai szerint a járványügyi intézkedések pusztán üzleti célokat szolgálnak és emberi jogokat sértenek. Ternák Gábor azt mondja, vírustagadók mindig is léteztek, miattuk sokan meg is haltak már a múltban is. Ez egy katasztrofális ostobaság, hogy röviden összefoglaljam a véleményemet. Most felejtsük el azt, hogy most Covid járványban. Ezeknek a csoportoknak a hatására például Angliában, ez egy 10 éves történet, elkezdték mondogatni, hogy az autizmus attól van, hogy van a gyereket beoltatják mindenféle többek között kanyaró ellen is. Most a fokékony szülő közül sokan nem vitték el a gyereket kanyaróoltásra, ennek következtében megkapták a betegséget. A kanyaró szövődménye az agyvelőgyulladás. Ezek a gyerekek életük végéig nyomorékok maradtak. A szakember több példát hozott fel arra, milyen súlyos következményei lehetnek a vírus tagadásnak. Ternák Gábor veszélyesnek tartja, hogy ilyen hamis információk terjedhetnek a világhálón, és véleménye szerint szigorúan szankcionálni kellene az ilyen véleménynyilvánításokat. Jótékonysági árverést szervez a Tolnai Gondozási Központ. A tételek között szerepel többek között Dárdai Pál foci cipője is. Az aukció bevételét a rendszeres szociális támogatásban részesülő családok karácsonyi ajándékozására fordítják. 180 tétel kerül majd átverésre a Tolnai Gondozási Központ online aukcióján. A kikiáltási tárgyakat 9 civil szervezet együttműködésével gyűjtötték össze, és olyan ismert személyiségek is a felajánlók között voltak, mint Böde Dániel vagy Lajtai Kati. A befolyó összeget a Tolnai Gondozási Központ a rendszeres szociális támogatásban részesülők karácsonyi ajándékozására fordítják. Az átverés november 18-án nyílik meg a Családsegítő Központ Facebook felületén. Ott lehet majd a tételekre licitet tenni egészen november 25-én 14 óráig. Tavaly 60 családnak sikerült gazdagabbá tenni a karácsonyt, és az oktatási intézményekben jelenleg is folyik a felmérés arra, kiket vonjanak be az akcióba. Az óvodaiskolai szociális segítőink a járás valamennyi oktatási nevelési intézményeiben eljuttatják ezeket az igényfelmérő lapokat. Ezek visszaküldési határideje november 15. Terveink szerint a jótékonysági aukció lezárását követően ezeknek az adatlapoknak a figyelembevételével történik azoknak a gyerekeknek a kiválasztása, akik ezáltal ajándékba részesülhetnek. Az aukció megvásárolt tárgyakat az új tulajdonosaik az átverést követően 2 napon belül átvehetik, ígérik a Gondozási Központ munkatársai Tolnán. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Akár 15 év börtönt is kaphat. Előzetesbe került a szombati pécsi gyilkosság vádlottja. Civil pályázatból buszváró, zárul a pécsi Miénk itt a tér kezdeményezés. Őszi program,
közelebb hozták a vidéki hangulatot Kerekiben. Baráti iszogatásnak indult, végül gyilkosság lett abból a találkozásból, amely a pécsi Buzsáki utcában zajlott szombaton. Két fiatal került nézeteltérésbe, amely során a kés is előkerült. A 20 éves áldozatot szíven szúrták, majd az elkövető és barátnője elmenekült a helyszínről. Őket vasárnap fogták el, a vádlott akár 15 évre is börtönbe kerülhet, ha bebizonyosodik bűnössége. A szombati pécsi gyilkosság feltételezett elkövetőjét hozták kedd délután a járásbíróságra. Itt döntöttek előzetes letartóztatásáról. A bíróságon néhány perc alatt megszületett a döntés. A 23 éves Téteofirra több éves börtön várhat, ha bebizonyosodik bűnössége. Ezt vette figyelembe a pécsi járásbíróság az előzetes behelyezésnél. Egy hónapra elrendelte a bíróság a gyanúsított letartóztatását, mivel kiemelt tárgyi súlyú bűncselekményről van szó, akár 15 évnyi szabadságvesztés is kiszabható ezért a cselekményért, ebből kifolyólag pedig a szökés elrejtőzés veszélye aggálytalanul megállapítható az elfogási körülményekre is tekintettel. Mint ismert, az elkövető elmenekült a gyilkosság után a barátnőjével szombat este, csak a vasárnap fogták el őket a rendőrök. Ebben a házban, a pécsi Buzsáki utcában történt a késelés, itt az alaksorban. Itt italoztak, amikor szóváltás alakult ki az áldozat és az elkövető között. Ennek során egy késsel mellkason szúrta egyszer a 20 éves S. Tamást a vádlott. A fiatal férfi ennek következtében a helyszínen életét vesztette. Az előzetesről született döntést a vádlott tudomásul vette. Védője nem volt jelen, neki 5 munkanapja van, hogy fellebbezést nyújtson be. Zárulnak a tavaly indult Miénk itt a tér elnevezésű pécsi civil pályázat projektjei. Az önkormányzat még az előző nyáron írta ki a lehetőséget a Zöldváros jegyében. A helyi közösségek, civil szervezetek 500 000 forintra pályázhattak, amiből közvetlenül alakíthatták lakókörnyezetüket. Cél volt, hogy ez összekapcsolódjon a város további növényesítésével. Kedden egy új buszvárót mutatott be a program keretében a kezdeményezés ötletgazdája. Ez az új zárt buszváró a Pécsi Surány és Mikszáth Kálmán utca sarkára került ki egy civil program keretében. A Miénk itt a tér elnevezésű kezdeményezés tavaly nyáron indult a Zöld Főváros jegyében. Arra pályázhattak ezúttal a helyi közösségek, hogy a saját környezetükben, életterükben, közterületen alakíthassanak, szépíthessék, zöldíthessék, felújíthassák, vagy akár alakítsanak újat. Itt most egy olyan példánál vagyunk, ahol egy újat is létrehoztak a helyiek ebből a pénzből, hiszen mint megtudtuk, itt soha nem volt buszváró ebben a buszmegállóban. A buszra várva még olvasni is lehet itt, illetve tájékoztató táblák jelzik a kirándulóknak, milyen messze találják a mecsek népszerű célpontjait. Mindezt a környéken élők összefogásával építették, alakították ki, amihez a pályázatból nyertek pénzt. 500 000 forintot lehetett pályázni a pályázóknak, maximum, de az is benne volt a pályázati kiírásban, hogy önrészt is hozzá kell tenni, legalább 10%-át. Ez lehetett a munka végzés, vagy éppen, mint itt is mondjuk, hogyha könyveket hoznak ide, vagy valamilyen saját forrást tesznek bele. Illetve az volt előírva, hogy minimum 20% a pályázatoknak arra kell, hogy fordítódjon, hogy növényesítés is létrejön. Ezt a buszmegállót zölddel futtatják majd be. Ezekbe a virágtartókba kerülnek a növények. A Miénk itt a tér pályázatban 6 projekt valósult meg Pécsen. Tökfaragással, tócsnival és meleg teával, forralt borral is várták az érdeklődőket a Somogy megyei Kerekiben. A gyerekprogramok mellett az odalátogatók számtalan kézműves termék közül is válogathattak. A szervezők célja az volt, hogy kimozdítsák a környékbelieket a szürke hétköznapokból. Szerintem először a száját kéne. A szülők tanácsokat adtak, a gyerekek pedig faragtak. Mindenki szabadon alkothatott, hogy milyen figurát szeretne kifaragni az általa választott tökből. Persze voltak olyanok is, akik inkább csinos vásárfiát választottak a tökfaragás helyett. Na, nagyon szép lett, nagyon jól néz ki. Így. Nagyon vagány csajszik. Nagyon, komoly. A délutánt nem csak a gyerekek, de szüleik is élvezték, hiszen számos őstermelőtől vásárolhattak saját portékát.
Nagyon szeretek ilyen helyekre járni, mert nekem kifejezetten fontos az, hogy amikor vásárolok, akkor abban legyek annyira tudatos, hogy hazai vásárlókat, hazai termelőket, akár kézmeseket, akár pedig mondjuk olyan embereket, akik mezőgazdaságból élnek, tudjak ezzel segíteni. Úgyhogy én rendszeresen keresem ezeket a helyeket. Nem csak őket segítem, akik ebből élnek, hanem egyébként én is biztos lehetek abban, hogy olyan termékeket vagy olyan ételeket vásárolok például, amiről tudom azt, hogy honnan származik, tudom, hogy kitől veszem meg, tudom azt, hogy keveset utazik, tehát kisebb a környezetterhelése, úgyhogy szerintem ezek szuper lehetőségek mindig. A kézműves termékek mellett a jó hangulatról Márki József fafaragó is gondoskodott, aki faragványok mellett egy citerát is hozott magával, és közös éneklésre biztatta az egybegyűlteket. Ez egy életforma, ez egy életérzés. Ez egy életérzés, amikor azok a hangok megszólalnak. A zene az egy kifejezésforma. Olyan dolgokat ki tudunk fejezni a zene által, amiket szavakkal nem tudunk. A kereki tökfaragó délutánon az érdeklődők frissen készült tócsnit, sült gesztenyét is kóstolhattak, de válogathattak számtalan méz, savanyúság, vagy éppen fából, bőrből készült termékek közül is. Végül mutatjuk újra röviden Tolnamegye legfontosabb híreit. A gyerekek egészsége a legfontosabb. Megkezdődtek az egyeztetések a Baka István általános iskola felújításával kapcsolatban. Büntetik a házasságra készülőket, az éjjel-szexárt árat emelt és kirekesztő rendeletet fogadott el a Fidesz szerint. Vírustagadás, életveszélyes a koronavírus elleni intézkedéseket megtagadni az infektológus szerint. Jótékonysági árverés, a cél, hogy rászoruló gyerekek karácsonyát tegyék szebbé. Csütörtökön délelőtt erősen felhős lesz az ég. Elszórtan kisebb esők helyenként élénk északi szélig érkezik. Hűvösebbre fordul, az évszakos átlag köré mérséklődik a hőmérséklet. Délután fokozatosan mindenütt vékonyodik, csökken a felhőzet. Számottevő csapadék már nem hullik, marad az élénk szél. Este, éjjel tovább csökken a felhőzet, mérséklődik, legyengül a légmozgás, foltokban köd képződik majd. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!